Már dolgoznak a munkások a járda felújításán a Szekszárdi Körösi Csoma és a Szemelweis utcák kereszteződésénél. Itt legkésőbb 2 hét múlva fejezik be a munkát, ezután a város 9 másik részén folytatják. Idén megújulnak még gyalogutak az Óvoda, a Munkácsi, a Csokonai, a Herman Otto és a Holub utcákban is. Ezekre a munkákra összesen 34 millió forintot költhet a város önkormányzata, amihez a pénz nagy részét a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától nyerték. Most a nyári időszakban azért jelentős változáson fognak átesni ezek a közlekedésre alkalmas út és járdafelületek, és amikor össze-vissza jönnek majd a pihenésből a szekszárdiak, akkor jó állapotok fogják őket fogadni. Hát a nyár az arról szólt tulajdonképpen, hogy felújítások zajlanak itt Szekszárdon is. A járda és útépítési program mellett a parkolók száma is folyamatosan évek óta emelkedik Szekszárdon. Ez a folyamat sem áll meg idén. Most például a Csatári torokban lévő katasztrofális állapotban lévő parkolónak a felújítását tettük be az idei tervekbe. Ez a támogatás egyébként a Paksi Atomerőmű alapítványától érkezett, de az önkormányzatnak több 10 millió fontos anyagot hozzá kellett tenni. A város vezetése a helyiektől azt kéri, legyenek türelmesek a munkálatok befejezéséig, és közlekedjenek óvatosan az érintett szakaszokon.